felmohanövényt fogunk vizsgálni. Ez a kezemben található mohafaj, egy szőrmohafaj. Látható, hogy sok növény együtt sűrűn egymás mellett helyezkedik el, és mohapárnát alkot. Ezáltal vizet tart vissza ez a mohapárna, és így a moha szerepet játszik a talajok vízgazdálkodásában. Most csipes segítségével kiveszek ebből a mohapárnából egy egyedet. Láthatjuk, hogy a növényen gyökérszerű, szárszerű és levélszerű képződményeket tudunk elkülöníteni. A gyökérszerű képződmény csak rögzít, a vizet a növény az egész testületén keresztül veszi fel. A szárszerű képződményben valódi edényalábokat még nem találunk, mivel nincsenek fejlett szállító és szilárdító szöveteik, ezáltal a mohanövények mérete korlátozott. Ezután vizsgáljuk meg egy levélszerű képződményt fénymikroszkóp alatt. Ehhez egy levélkét tájlemezre helyezek. Lecsepentem vizes kétszerű oldattal, majd fedőlemezzel lefedem. Az így elkészült metszetet pedig fénymikroszkóp alatt vizsgálom meg. A mohák telepes testfelépítésűek, a kutikula hiányzik a testfelületükről, ezért egész testfelületükön át veszik fel a vizet és az ásványi sókat. Állandóan nedves élőhelyek, erdő, árnyas, nedves talaján élnek. A mohalevelek egy sejtrétegűek, a sejtek egyformák, a levélél szállító sejtjei kissé vastagabb falúak. A mohák zöld színtestjei itt láthatóak. Zöld színűek, lencse alakúak, egy-egy sejtben több található ezekből. A zöld színtestek, melyek színüket a bennük található fotoszintetikus pigmenteknek köszönhetik, a fotoszintézis sejtszervecskéi. A növények a zöld színtestek segítségével szervetlen anyagokból, széndioxidból és vízből glükózt és oxigént állítanak elő a fényenergia segítségével.